Az eddiginél is szigorúbb szankciókat követel az ukrán elnök Vinnyicia város ostroma miatt. Moszkva szerint ők nem civil célpontokat támadtak, Kijev szerint viszont igen. Volodymyr Zelenszkij most is megismételte, hogy ha Európa teljes embargó alá vonná az oroszországi energiát, akkor Moszkvának nem lenne miből fedezni a háborút. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy egyetemi épülethez a dél-ukrajnai Mikolaivban. A mentési munkálatokról az ukrán katasztrófavédelem tett közé felvételeket. A megye kormányzója szerint 24 óra alatt több mint 30 rakétát lőttek ki a településre az oroszok, akár akkora, hogy tanévkezdésre biztosan nem tudják megnyitni az egyetemeket. Közben egyre többen helyeznek el virágot a nyugat-ukrajnai Vinnyicia belvárosában. A központban több orosz rakéta is becsapódott, egy biztonsági kamera megörökítette, ahogy a lökés hullám feldönti a járókelőket és törmelékkel teríti be az utcát. A régió katonai vezetője szerint az oroszok 4 rakétát lőttek ki egy Fekete-tengeren állomásozott tenger alattjáróról, azonban 2 sikerült megsemmisíteniük, mielőtt elérte a várost. Egy veterán katonák által használt kulturális központot is találatért. A támadás idején többen voltak az épületben, egy estére tervezett koncertre próbáltak. Emellett úgy tudjuk, hogy egy híres ukrán énekest vártak ide találkozóra. A város a megszokott életét éli, így sajnos nem mindenki reagált a légiriadóra. Magyarázta a regionális katasztrófavédelem szóvivője. A moszkvai védelmi minisztérium megerősítette, hogy támadást indítottak a város ellen, azt azonban tagadják, hogy civil célpontokra lőttek volna. Az orosz fegyveres erők nagypontosságú tengerről indítható rakétákkal eltaláltak egy helyőrséget, az úgynevezett tisztek házában. A támadás idején ebben a katonai létesítményben megbeszélést tartottak az ukrán légierő parancsnokai külföldi fegyverszállítókkal, az újabb harci eszközök átadásáról, nyilatkozta az orosz védelmi tárca szóvivője. Közben még mindig keresik az esetleges túlélőket a vinnyiciai romok között. Volodymyr Zelenszkij kitart amellett, hogy ez egy terrortámadás volt az oroszok részéről. Az ukrán elnök ezért még szigorúbb szankciókat követel Európától. Feltétlenül szükséges mielőbb olyan korlátozásokat bevezetni az orosz energiaexporttal szemben, amelyek nem teszik lehetővé, hogy ezek a terroristák a nemzetközi közösség terhére fedezzék költségeiket, mondta Volodymyr Zelenszkij. Közben az orosz barát szakadárok arról számoltak be, hogy az irányításuk alatt álló Donyeck városát támadták az ukránok.